Szóval itt hagytuk abba legutóbb az Uncharted végigjátszását. Sziasztok srácok! Ezt ha minden igaz és jól emlékszem, már a 10. fejezet, és nem is tudom pontosan mennyi van a játékban, talán 20. Mint hogyha úgy értesültem volna róla, hogy 20 fejezet van a játékban, és ez már a 10. No de innen merre kéne, hogy tovább menjek? Hát... lefelé. Csajsz is megindult lefelé, akkor én miért is ne? Na. De az a kamera az kell, hogy hozza magával állandóan. Ó, oh, na ne. Still seem to be in good shape. Csak hogy a sztori meglegyen. Hey, check this out. This looks right. The Esperanza. Esperanza. Carrying 800 bars of gold, 1200 silver emeralds, golden masks, ornaments. Whoa, reading 16th century Spanish? Not just a grave robber after all, huh? Right here. Gold statue. Weight 20 arrobas. That's over 500 pounds. That's gotta be it. Wow. Whoa. There you are. That thing kind of gives me the creeps. Mi? That's the last entry. A vége üres. That somebody special? Hogy valami különleges a gyűrű a nyakamban. Oh. Yeah. I guess you could say that. Huh. I had you pegged as more of a woman in every port kind of guy. Don't I wish. No, this was Francis Drake's ring. I, you know, kind of inherited it. Francis Drake-nek a gyűrűje. Greatness from small beginnings. It was his motto. Check out the date. 29th of January, 1596. One day after he supposedly died. Wait, what are these numbers right here? Coordinates, right off the coast of Panama. Oh, so that's how you found the coffin. Yeah. Mondom, ezek tudja, hogy össze fognak jönni. This is a clue to pinpoint the exact burial site. For someone clever enough to figure it out. Yeah, nice try. But we're still going for that boat. Yeah, I'm afraid this... is as close as we're getting to El Dorado. A drága könyvet meg kellett, hogy rongáljad, Nate. Miért? Why? Miért nem vitted magaddal a könyvet? Hát milyen sirabló vagy te? Na, arról jöttem. Nyilván arra már nem fogunk visszamenni. Mi van nálunk a pisztoly? Meg van egy gránátunk, oké. Okay. Az mi volt? Itt mi van? Oh, hello. Egyedül van. Figyeljenek. Pont! Hagyjatok békén! Nézd! Te hülye! Még belerohansz a gránádba? Ennyire fogykos vagy? Kösz! Fedezékbe. Kár, hogy nincs több gránátom. Várjál, ott fent is van egy ember. Mondjuk, meg balra van egy gránátvetősünk is. Jó, kérem a gránátot. Ez mehet oda. Rip. A fent itt kéne valahogy... nem nagyon látok rá, mert a susnyázsból megbújt. Anyád. Ez nem lesz jó. Hú, ez itt nagyon nem lesz jó. Honnan lő? Ha megvan. Jó, a Chelsea lelőtte. Jó, hogy az te vagy. Sorry. Kérem az Ákát. Jó, itt is vannak még lőszerek, pisztoly, nagyon jó. Meg itt nálad semmi. Nem tudom, hogy miért, de oké. Okay. Ez. Ja, hogy a kurva. Hol vagy? Gyere ide! Mit kapott? Uh,
Miért kéne nekem shot? Itt van treasure. Lehet egy csomót elhagytunk amúgy, csak mondom. Ja, most kerültem egy hatalmasat, jó. Persze, ilyen helyben ugrás. Oké, na nézzük. Akkor remélem, hogy többen most már nem fognak meglepni. És ki tudok jönni. Nem kell a gránátvető. Na nézzük, miből élünk. Meg hogy merre van a haló. Oh, there it is. On the other side of the harbor. Come on. Hey, you know what? Why don't I just wait here and you can swing around and come back and pick me up? Te hülye vagy? Okay. What are you up to? Nothing. I just want to, you know, stay here and get some more footage. I'll be safe. Jó, persze, biztonságban lesz. But promise me you'll stay put. That means. Tehát mondom, mi a helyzet. Chaisi elküldött minket, hogy menjünk el a hajóért, és vegyük fel. Konkrétan, jöjjünk vissza érte. Ú, de gyanús. Ja, nyomni kellett volna az X-et, mi? Még mindig nyomogatom, én még mindig nyomom. Nyomogatom. Még mindig. Jó. Mondtam én, hogy gyanús a dolog. Olyan jó, hogy ilyen. Au. Rip. Ott van amúgy. Remélem, hogy ennyi volt. Ugrik. De ha esetleg nem. Jó, pedig de úgy néz ki, hogy... Nét, mi az Isten csinálsz? Jó, kurva jó a játék, de vannak benne olyan érdekes dolgok, hogy az nem igaz. Na várjál, ott azon az lakat, jól látom. Aha! Ezt valaki magyarázza már meg nekem, hogy egy lakatot, ha lelövök, hogy dől le az a két ajtó. Jó. Reload. 11. fejezet. Az... Köszi. Csapdába estünk, csak mondom. Ez a fejezetek. Ott van egy fegyver, ami még nem volt nálunk. Ott is van pár fegyver, meg ott is. Hát akkor... Ezt elő. Figyeld, és már jönnek. Ó, miféle fegyver ez? Lehet, hogy ez baszóbb, mint az AK. Hát baszóbbnak lehet, hogy baszóbb, csak célozni kéne vele. Célozzál már! Jó, akkor ne. Jó, kérem vissza az AK-t. Szép álmokat. Én meg azt hittem, hogy csak ennyi fegyver lesz a játékban összvisz. Erre még kapunk újakat. Illetve lehetőséget, hogy felvegyük őket. Rip. Tölts. Lesz még ott, várjatok. Ja, már oké. Okay. Értem. Mondjuk, ez nem egy atombiztos fedezék. For the love of God.
Menj már! Oké. Okay. Ugye nem jöttek utána. Hello! Jó. Aki a gépágyúnál volt, meghalt. Az is meghalt ott a távolban. Mi történik? Meghalsz, ez történik. Ezt kérem. Ezt is kérem. Ó, a gránátot hogy a viharba ne kérnem? Nyakon lőlek, meghalnék be anyádat. Kérem vissza a pisztolyt. Jó. B-terv. Miért? Mi? Miért is ne? Kapta. Jöttek még? Ez a B-terv amúgy. Na? Hol jössz? Még egy van, minimum. 61. Én balról jönnék. Ő nem. Azt hiszem meghalt. Jó. Elhalkult a zene, ennyi. Ez biztos, hogy lőszer. Nem ezt akartam, hé. Jó, itt viszont van egy lánc meg. A lőszer az AK-hoz. Ja, oké, tudom, hogy hol nyitjuk ki. Itt volt a gépfegyver mögött. De ez időre megy? Nem tudom, de szedtünk. De arra. Vagy automatikusan becsukódik a hátam mögött. Mindenesetre egy gránátot vettünk fel. Ez az ajtó, ez. Rúg be! Akkor ne. Itt a hajó. Valahogy éreztem. Én nem arról volt szó, hogy... Én eljövök ide és visszamegyek, érted? Mi az, ami ennyire sürgős, hogy látnom kell most azonnal? Hello. He's alive. Mi van? De... Ez érdekes. I mean, how much do you trust this guy? It's not exactly like they're holding them at gunpoint. I know. Yeah, it seems weird. Ez roppant érdekes. But no. Sully's a lot of things. Mondjuk a hajunkat elvitték, az biztos. Which way were they headed? Northish. Yeah, towards the mountains. Okay. It's got to be the monastery. Let's go. What if it turns out he's working with them? We either rescue him or we beat the crap out of him. Hell, I might just beat the crap out of him anyway. Hát ez roppant érdekes, hogy Sullivan nem halt meg, és nagyon úgy néz ki, hogy nem bízhatunk meg benne. A kurva életben. Az mit csinál? Öcsém, ki az? Hát az mi volt? Mi van? Telibe lövöm a fejét. Ennél picit pontosabban kéne, hogy lőjek. Ó, oh, hello!
Az mondjuk fáj nekem is. Azért meredek volt egy gránátvetősre rámenni ököllel. Na mindegy. Bármikor. Könnyen én. Cafatokra szedhetett volna. De szerencsére... Oh, treasure. Szerencsére nem így történt. Nálad mi volt? Nem tudom. Kell. Nem tudok felvenni több lőszert. Kellemetlen. Van egy sejtésem, hogy ez itt le fog szakadni. És nem. Balra terasz. Szóbió. Na. Akkor a híd fog leszakadni. De valami biztos, hogy le fog szakadni. How does something like this happen? See those scorch marks? Uh-huh. Somebody packed this place with enough gunpowder to blow it wide open. Watch where you step. Some of these boards are really falling. Geci! Nincsen két másodperce, hogy szólt, hogy figyelj, hogy hova lépsz. Mi tört? Egyszerűen melengedt a kamera. Mi ebből a tanulság? Máskor hozzá magaddal a GoPro-t. Azt felrakod a fejedre, azt amit te látsz, azt ő is. Nem kell tűzni, hogy... Na, de egyébként a kameráért meghaltál volna, mi? Tehát, hogyha nem mondom, hogy dobd el, akkor inkább leesel vele együtt. Gratulálok. Meg annak is gratulálok, hogy annak ellenére sem figyeltél a lábad elé, hogy szóltam, hogy vigyázz, hol lépsz. Most ott van a sztorid, ott lent, te. Leugrasz érte? Megérte? Ugorj le érte, jó? Szőke. Várjál már, bazd meg, amúgy is erre kell jönni. Nézd meg, még a végén lehet, hogy meg lesz a kamerád. Vagy nem? Ott van treasure. Jó, hát ha már egy csomót elhagytunk, legalább amiket észreveszek, azokat vigyük már magunkkal. Nem erre. Uhí, felgurulunk a lépcsőn. Akkor erre. És milyen bánatos bús zene van, hogy nincsen többé kamera. Jó, hál' Istennek legalább nem kell, hogy elkapjalak. Na jó van, elmész anyádba. Most merre menjek? Hát... Egy biztos, nem erre. De el kellett jönnöm megnézni. Menj már innen. Vedd elő a pisztolyt. Kurva jó egyébként. Szóval sajnálom megkérdeztem, hogy hogy került a csaj elém, most kiderült. Csávó. Fejbe lőtte, mi baj nem halt meg? Azt is fejbe lőttem. Ej már innen. Jó, egyelőre tiszta a terep. Nem revolvert viszünk magunkkal. Itt van treasure. Hirtelen elkezdtem találni őket. Trophy. Hirtelen elkezdtem megtalálni a kincseket. Nem tudok magammal vinni, akkor az AK-s volt. Meg a másik is. Oh, hello. Meg anyádat! Az hozzám vágott egy gránátot! Egy ma... Oh, ilyet még nem csináltam! De kurva jó volt! Gyere ide! Ilyet viszont már csináltam többször, nézd! Csajszi, vigyázz! Szép álmokat. Na, viszont... jó, akkor... Ha már az AK-ból tele vagyunk...
Oj, de már. Jetskizni kell megint. Mert gondolom, hogy erre az volt a fejezetnek a cím, hogy up river, tehát fel. Tehát az árral szembe kell menni. Legalábbis, ha jól láttam, meg jól gondolom. Hát, annyiban, hogy nem olyan hú, de egyszerű. Azt a kurva. Ja, fő a változatosság, ezek már mozognak. Mert hozza a sodrás a olajos hordókat. Au. És mi lenne, hogyha nem lövöldöznék? Mi lenne, hogyha... közelre pisztollyal lő a csaj, és csak távolra küldi a gránátot? Vagy most eleve csak pisztolya van? Na, most eleve csak pisztolya van. Oda befették oda. Hát nem olyan húda könnyű felmenni. Eléggé nagy a sodrás. Jó, ezt kikerüljük. Ezt is. Ó, bakker, azt is került ki. Nem olyan egyszerű egyébként irányítani a jetskit árral szembe. Na, menj fel. Ez az. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Anyád, és már lőnek. Oké. Ki tudunk itt kötni? Nem. Lelőhetnéd. Jó, szerintem elfogytak. Az se kell oda. Ugye már lőnek. Ott a hordónk már. Jó van, megvan a... megvan, hogy kik dobálják a hordókat. Elvileg több hordó már nem lesz. Ha minden jól megy. Mert... mind a két csávót kinyírtam, aki dobálta lefelé a folyóba. Hát ha minden igaz, akkor innentől kezdve tiszta a teret. Kivéve, hogyha... emberek spónolnak le. Én azért megfordulnék. Nét, te nem. Ú, bakker, jobbra. Itt most komoly fel kell menni. És igen, komolyan fel kell menni. Ilyen rohadt vízesésen. Baszki. Egyébként, aki már ült jetskin van benne, akkora erő, hogy ilyen helyekre felmenjen? Kérdem, mert én még nem jetskiztem soha az életben, és nem tudom, hogy mikre képes. Tehát erre egyébként egy jetski képes, hogy így a kihívás meg az a látvány miatt rakták bele a fejlesztők. Kíváncsi vagyok. Jaj, menj már fel. Tök jó, hogy így cikázik el jobbra. Meghalnék. Oké. Tehát valaki már ott a távolban lő rám. Csak... nagyon jó az irányítás így árral szemben. Oké. Meghalnék, eltalálnám. Jó. Köszönöm, hogy leugrottál. Hol a gránátos? Jó. Még szerencsé, hogy két lövésbe belehalnak. Menj már! Go, go, go! Na. Menj fel. Ez az. És azon égnék ki, hogyha nem is erre kéne jönni.
Megérkeztünk szerintem. Mondom, megérkeztünk szerintem. All right? Okay. Let's head up to the monastery and see what's going on. Oh. Szentély? Miért? Ez úgy néz ki, mintha szentély volna. Ezt de megijedtem. Lepődtem. Azt hittem, hogy van itt valami. Ó, menj már innen! Komoly? Én is belelőttem kettőt, a csaj is, hogy hármat, és nem nagyon akart meghalni. Jó, akkor add ide a uzit. Oké. Okay. Aztán új játék. Nem, annyira azért nem új. Volt már a kezedbe uzi. Viszont pisztolylőszer az kellene. Ja, azt hittem, hogy treasure világított, de... Nem. Csalódnom kell-e? Én ezt azért csak be tudnám rúgni. Nyilván Nate is be tudja. De azért én szétnéznék előtte. Én ide raknék treasure-t valahova, de készítők nem. Jó, megyünk tovább. Nem ugrik. Berúg. Oké. Sehol sem. Jó, arra kell menni. Az már biztos, mert csajszia arra rohan. Nem. Arra se. Jó. Ennél gyorsabban nem tudok menni, itt lesz valami. Valami lelassítottam. Hát ez csapdába esett. So what? The Spanish booby trapped the island to protect their gold? This wasn't made by the Spanish. Take a closer look at the spikes. You have got to be kidding me. This is from our plane. Wait, that doesn't make any sense though. Why would someone set traps like this when their own men are crawling all over the island? Ezeket a csapdákat most rakták ide. Something's been here since the trap was sprung. Tehát ezek még nem a régi spanyol csapdák, hanem ezeket a repülőből lopott alkatrészekből csinálták, legalábbis konkrétan ezt a csapdát. És Nathannek szemet vagy fület szúrt, hogy egyáltalán nincs itt semmi. Tehát semmilyen zaj, mozgás, semmi. Fura. Ez itt nagyon fura. Ó, új pisztoly. Hát lehet, hogy jobb lesz, mint a mostani, majd meglátjuk. Ott jobbra jól láttam, hogy itt. Nem. Ne! Kösz az ammót. Anyád, a Desert Eagle! Miért kapott? A másik pisztoly az tetszett, mert... De mekkorát rúg meg, mekkorát repül a csávó! Jó, ez a pisztoly ez azért tetszett, mert sok töltény van benne. De a Desert Eagle az megint tetszik, mert van hitel szinte mindent. Bakker, tudja, hogy arra kell menni. Ez mi volt? Ja, igen, a fegyver. Azt nem vesszük most fel.
Jó, végül is, amelyik Ironsight-os, vagy Ironsight-os már, Lasersight-os, azokat könnyű kikerülni, és azokat le tudjuk ütni, anélkül, hogy golyót is, egyetlen egyet is pazarolnánk rájuk. Az mondjuk nem rossz. Az tetszik nekem. Oké, megérkeztünk. Valahova. I want the library secure. Don't let them get to Solomon. Yes, sir. They've got the old man working on the east side of the complex. I don't even know why they brought him along. That son of a bitch can't be trusted. Honnan tudják, hogy itt vagyunk? Ja, nyilván innen. Fejbe lőnélek. Jó. Elvileg ők voltak csak ketten. Aha, meg a faszomat. Oho! Ez jó volt! Yippee-ki-yay, motherfucker! Miért kapott a pofájába? Jó, mondjuk ez nem volt rossz. Adja ammót, kösz. Egy darab, most ez komoly. Egy darab lőszer. Kaptam óra tízet? Tízet. Tíz darab lőszer. Ja, hogy... Oké, hát maradjunk annyiban, hogy nekem is rossz előérzetem van ezzel a helyen kapcsolatban, mert kurva nagy, kurva sok helyről jöhetnek, lőhetnek, minden. Tehát konkrétan itt úgy besétálunk a faszerdőbe, tátott szája meg pucsítva, hogy az nem igaz. Na, erről beszéltem. Már jönnek is. Jó, akkor ne. Az ott a csajszi. Jó, oda viszont el tudnék dobni egy gránátot. Viszont már ott nem volt senki. Meghalnék. Ez jó pisztoly, ez elég gyorsan lehet lőni. Így. Csak az, hogyha gyorsan lövök, gyorsan mellé is lőhetek egy csomót. Anyáddal szórakozzál? Az szórakozik velem? Na, végre. Kösz. Aha, megvagy. Meghaltál? De hogy halt meg? Most halt meg, hallod? Lövünk ketten! Hú. Ne! Azt mondja... Ne. És nézi, hogy a gránát felrobban a pofájába. Hello! Hello! Jó, még ott fent van egy ember, tutira veszem. Hát, ezt inkább. Anyád milyen soti volt nála? Jó, elkelt elő.
fognak lepni mindjárt, hogy az nem igaz. Ezt tudom nyitni? Persze, hogy nem. Na mi van? Kellene nékem még fegyver. Hello. Ennél soti volt. Ennél is soti volt, anyád. Elég menő egyébként ez a soti. Oké. Okay. Ó, ammo. Nagyon jó. Ehhez is ammo. Jó. Oké. Okay. Ne ijedj meg. Hé. Hey. Ó, igen. Ehhez is volt lőszer. Jó, hát egyelőre mehetünk ezzel, aztán majd meglátjuk. Semmi nincs itt. Hát ezt az ajtót, ezt vagy nyitom, vagy nem. Hint. Aha! Jó, megvan. Kösz játék. Erre is valamikor biztos rájöttem volna magamtól. Ugrik? Igen. Nét. Oda. Ugrik? Igen. Jó, próbálhatjuk. Oké, végül is sikerült. Na. Ezt rúg be, és már fedezékbe. Mert már többször jártam így, hogy berúgtam és már lőttek öten. De most nem. Vagy arra megyek, vagy erre. Ezt vedd elő, léci. Ez minek a hangja? Hát... Nem erre, az már biztos. Leesni meg nem szívesen esnék le. Ha csak nem az az ajtót nyitva van. Nem, egyszerűen nem merek leugrani. Itt már ugye voltunk, kerültünk egy nagyot. Lehet, hogy le kell esni. Na, innyi megnézzük. Ennek megnézzük, hát mi baj lehet. Ott van kincs. Jó, már megérte. Azt a kaput már kinyitjuk, de még mindig nem tudom, hogy minek van ilyen cincogó hangja és zavar. Lehet, hogy csak valami bogár, de akkor is zavar. Én... mi történik? Ennél feljebb nem tudom húzni. Akkor itt valami nem... Ketten kell majd tekerni. Mert egyébként te nem tudtál volna utánam jönni, vagy... mi? Gyere! Mert amerre én jöttem, arra te nem tudtál utánam jönni, értem. Akkor gyere és segítsél, mert ez egyedül nekem nem megy. Here. I'll hold that while you brace the gate open. Aha. Mert úgy gondolod, hogy ami nekem nem ment, az neked menni fog. Ready? Okay, let it go. Gently. Oh! Az, bazd meg, nem semmi, hogy rángetted a vállamra. Normális vagy? A kurva. Ó. Oh. Az már megint mi ez a hely?
Ott vannak gránátok. Ott van ammó. Kérdés, hogy ez a fegyverhez. Vagy valami tök máshoz. Treasure? Oké. Okay. Jó, jó. Onnan fentről? Anyádat. Távolabbra nem tudtad volna. Na. Belehalnék már ennyi golyóba. Oh boy. Oh, bazd meg. Van még egy pár sniper. Most nem azért a két fillérért. Jó. De visszamegyünk érte. Gotta be freaking kidding me. Menj már innen, hát gránátot dobnak rád, nem zavar? Ott van fenn a mesterlövész, azt kéne elintéznem. Nézd, ha megfordulnád, így az nem. Ez az. Jó, megyünk tovább. Várjál, nálad mi van? Á, pisztoly. Azt a kurva! Normális vagy? Hangyára lősz, bazd meg, atombombával, te hülye! Anyátokat! Meghalnék. Nem kell soti. Nem kell soti, meg gránátvető sem. Itt van kincs. Mostanában elég sokat találok meg. Merre? Arra kéne mennem. Jó, nyugodjál megfelé, majd megyünk, csak szétnézni. Hú, ez a sniper, ez jó volt. Hogy meglett. Oké. Okay. Szóval most merre megyünk? Hát tök mindegy, tehát valahova erre. Nálad mi volt? Aha, nálad is ez. Ugye te voltál a atombombás, oké. Okay. Nem szóltam. Jó, ide nem. Ide sem. Pff, akkor merre. És komolyan kérdem. Van egy tippem, amúgy, de még ez is működhet. Nem. Hát a tippem az az, hogy ez hová visz. Ó, oh. Nem ez lett volna a tippem. Just a wee bit of a thing. She couldn't have been much more than 4'11". They called her the spinner because she... Will you shut up, old man? You told us that one a dozen times already. Oh, yeah, right. Of course I did. Memory's not what it used to be. What the hell's taking you so long anyway? Well, maybe you hadn't noticed, but most of these books are half-rotten. Semi-árló. Yeah, well, hurry it up. The boss is waiting on you. Hey! Up there! Kellemetlen. Tényleg? Csak mondom, hogy a fejem az benne van a lézerben. De jó, hogy így körbevesznek 600-an. Meg lentről is. Hoppá. Thank you.
Au. Jó, bakker, mi lenne, hogyha adnék egy ajándékot, meg még ajándékot. Nem nagyon hatotta meg őket. Jó. Sprint. Futi van, nálad mi volt? Sivatagisas, nem kell. Recs! Kérek ammót, kösz. Jó, tettünk egy kört. Nagyjából takarítottunk. De ez még bőven nem elég. És nem nagyon zavartatta, hogy hátba lőttem. Au. Szvájnak volt, hogy eltalált. Meghalt. Dug ki fejet. Ez az! Ő volt az utolsó. Na? Well, you're looking awfully good for a corpse. So you brought the girl after all. Last képes jól nézel ki. If it wasn't for her, you wouldn't be getting rescued right now. If this is a rescue, what the hell does that mean? You gotta admit, Sully, this all looks a little shady. Yeah. I mean, you tipping those guys off and miraculously showing up alive. Now wait a goddamn minute. Roman had a contract out on me. I needed to buy some time. All right, stupid mistake. I didn't realize they'd try and track us. Sully, we would have been headed home with the treasure by now if you had just for once kept your mouth shut. And you might have thought of checking for a pulse before running off and leaving me for dead. Look, none of that matters now. All right, so how is it you're standing here breathing and all, huh? Huh? You are not gonna believe this. No way. Ó, Drake-nek a naplója mentette meg. Azért megnéztem volna, hogy az egy ilyen kis noteszt. Olyan közelről, hogyha meglőnek, az azért az kiukat. Átmegy rajta a golyó, szerintem. Na mindegy. Tehát akkor mégsem átáll. Tehát még mindig a mi oldalunkon áll. Jól van. Akkor nem árult el. Igen. Minden, amire szükségünk van, minden útmutató itt van ebben a kis könyvben. Az a lényeg. Aren't gonna get all chummy and leave the girl behind again, are you? Na, veszed le a kezedet a csajomról! Think about it, Sully. She's got a mean right hook. Öreg vagy már te hozzá. Szottyat fasz nem kell neki. Nathan Drake fasz kell neki. Na. There's more to this room than meets the eye. I'm sure of it. Okay. Merre? Oda. Something about these statues. Jaj, ne. Fejtörő. Mi van? Na majd ezt akkor. Granát. Granát. Ammo. Először csak szétnézünk. Jó, hát akkor... Várjál csak. Jó, felmegyek, hogy átlássam a helyzetet, hogy mégis mit kell csinálni. Mert innen fentről nem látok, vagy lentről szart se látok. Oké, itt mi van? Még gránát. Meg se érdemlem ezt a sok gránátot. Na nézzük. Oké. Lehet. No, that's not right. Forgatni. Aha! Tehát ez ilyen oroszlán, ugye? Ez ilyen oroszlán. Jó.
Ő valami Mark. Ő kelet felé. A fasz kelet, a nyugat. Hát ő... Merre van nyugat? Tehát az a lényeg, hogy úgy kell forgatni, gondolom én, hogy ott van East, North, South. Tehát ez így van. Észak, dél, kelet, nyugat. Tehát úgy kell forgatni őket, hogy ez a szobor, ez pont erre nézzen nyugatnak. Igen, csend legyen. Aztán észak, gondolom én, mert mindjárt kiderítjük. Tehát, ha átugrunk ide, ez egy ilyen bikapásztor, ő pedig Luke pedig dél felé néz. Jó. Ami pedig emertnél onnan, north, igen, tehát arra kell, hogy nézzen. Tehát nem erre, hanem erre. Oké. Te vagy az angyalka, ami pedig Matthew észak. Matthew északi. Ami észak pedig kusolj már. Az kelet. Kusolj már. North. Őt meg kell fordítani erre. Igen. Gondolom. Legalábbis remélem, hogy ez a helyes elmélet. A madárka pedig John. Ő meg elnéz East fele. Merre van East? Őt is hátrafelé kell fordítani. A gondolatmenet tökéletes volt. Tökéletes volt. Oké. Okay. Easy. Nem is volt olyan nehéz az a fejtörő. Na. Mi van itt lent? Remélem sok-sok kincs, meg lőszer, meg ammó. Oh, bakker. Még fejtörő. Treasure, kérem. Kaptunk még egy fejtörőt, srácok. Nem, az... Mondjuk, hogyha olyan lesz, mint az előző. Az előzőt azt kimondott élveztem. Tehát nézzük. The inverted torch leads to the land of the dead. Micsoda? Valami történik. Mutasd magad. Hát ez... ez könnyű volt. Na mindegy, ne menjünk bele. Here, let me see that. Yeah. Okay. You two sit tight. I'm gonna check things out. Whoa, wait, no. You're not going out there alone. Yeah, Roman's men are swarming all over this place. Yeah, and one person will make a lot less noise than three. Come on, I'll be fine. And you guys will be safe here. They don't even know about this room. Okay, take this with you. Leave it on channel 13. They don't use that one. And keep us posted. All right, you got it. Close this thing back up. Yeah. Nate? Be careful. Óvatos leszek, ha leszopsz. I did not see that. Jó, kezdődik, még el se indulunk. Köszönöm, hogy bezártatok, amúgy anyád, de sötét van. 14. fejezet. Going underground. Jó, hát... Én azért itt mentek egyet, jó? Viszont srácok, én elköszönök tőletek, mert közel egy órás lett a rész, szint úgy, mint az előzőek. Meg megint elég jót haladtunk, meg új fejezet van, abban... Most viszont én már nem kezdenék bele, majd csak legközelebb. Viszont ez a rész remélem, hogy tetszett nektek, ha így volt, akkor küldjétek rá azt a lájkot, illetve ne felejtsetek el a csatornára sem feliratkozni, rányomni a kis csengőre, és visszalátogatni holnap, mert holnap újra jelentkezem egy videóval. De addig is, szevasztok!